Újra az urnákhoz kellett járulniuk Szegiben a helyi lakosoknak július 7-én. A június 9-i önkormányzati választás után úgy döntött a kúria, hogy a településen megsemmisíti a választás eredményét, megismételteti a szavazást július 7-én. A kúria indoka az volt, hogy túlságosan megszaporodott a voksolásra jogosult polgárok száma 2-3 nappal a választások előtt Szegiben. Csak az utolsó 4 napban több mint 70 fő jelentkezett be, s ezzel majd másfélszeresére nőtt a falu lakosainak száma. A megismételt szavazás napján reggel 6-tól este 19 óráig tehette le a voksát Szegiben, aki a 2024. június 9 napján tartott szavazáson a 001-es számú szavazóköré névjegyzékben szerepelt, továbbá legkésőbb az ismételt szavazás napján nagykorúvá vált, így már rendelkezik választójoggal. A szavazó polgárok egész nap folyamatosan érkeztek voksolni a 4 polgármester jelöltre. A június 9-én megválasztott Fidesz jelöltre, Trudics Andreára, vagy Kisvárdai Tibor független polgármester jelöltre és 2 korábbi indulóra. Ezen a napon Szegi tőzsgyökeres lakói számukra ismeretlen személyeket véltek felfedezni a választásra érkezők között. Észrevették, hogy időközönként kis buszokkal szállították az embereket szavazni, illetve besötétített ablakú személygépjárművekből szálltak ki olyan idegenek, akik teljesen ismeretlenek a településen élőknek. Ez a felismerés felháborította a helyi lakosokat. Úgy vélték, hogy megint ugyanazok az emberek szavaztak, akik már korábban is, sőt, mintha többen lettek volna a június 9-i választás óta. Továbbá megfigyelték, hogy a 37-es úton veszik fel ezeket az illetőket autókkal, majd szállítják el a településről, miután leadták a voksukat. Megismétlődik a múltkori eset, amikor jöttek egy színesbőrök, nem mondom a nevüket, de tudják, már 9-en voltak, 2 talán nem tudott leszavazni, mert egybe sem mert menni. Úgyhogy hát lehet, hogy megismétlődik a múltkor, hogy nem mi fogunk itt dönteni a faluba. Úgyhogy gratulálok Trudics Andreának innen is, hogy így akar hatalomra jutni, ilyen emberekkel. Ez nem számít nyerésnek, hogy idegen emberek szavaznak a mi falunkra. Ilyen még soha nem volt, ilyen nagy számba. És még avval jönnek szavazni, hogy Kisvárdai Tiborra jöttek. Közben meg Trudics Andreára, tudjuk mind. Szóval ez hány inger? Boldog vagyok ettől, hogy megsemmisítettem, mert ami itt történt, az azért elképesztő. Tehát az én személyes véleményem az, hogy ilyen mélyen belenyúlni egy választásba, hogy ide szervezünk embereket, akik majd arra szavaznak, akit én eldöntöttem, hogy kire szavazzanak, ez egy teljes őrület. Tehát biztos vannak törvények, aminek ez megfelel, de hála Istennek a kúria úgy döntött, hogy ez nem felel meg a választási szellemének legalábbis, a választás szellemének. Na most az a mennyiségű ember, aki akkor idejött szavazni, és engem rohadtul nem érdekel, hogy kire szavazott. Tehát maga ez az elf, hogy most akkor ez a magyarországi választás egy olyan versenyé fog fajulni, hogy ki tud több szavazót behozni a faluba, vagy a településére, az országos választás, meg egyebekkor. Hát ez nonsens, ilyen nincsen. Tehát én a kúria döntésével abszolút egyetértek, és kíváncsian várom, hogy milyen olyan fajta eredményt hoz, ami visszafogja a nem itt élőknek a szavazatnak a leadását. Tehát akik nem itt élnek, és ha most megint megismerlik az, ami a múltkor, akkor nem tudom, hogy hogyan tovább. Tehát én erősen gondolkodom egyébként, hogy mivé lett ez a falu? Mivé vált ez a falu? Gondoljátok meg, mert ha jogtalanul jöttök be szavazni, a segélyt elveszik tőletek. Mennyit? Elveszik a segélyt. Semmi. Ezt jól gondoljátok. Akkor tisztességből eljöttök ide. Tisztességből eljöttek. Hogy hazamentek, mert... Ki hívott benneteket? Eljöttök egy idegen faluba tisztességből. Jó, ki hívott benneteket? Menjetek innen a picsába, mert mindegyiket fel... Választási csalás volt, mert sok ember olyan bejelentkezett 3 nappal előtte, aki csak azért jelentkezett ide, hogy szavazhasson. És akkor én úgy vagyok vele, hogy én 10 éve lakom itt, de mikor én ide költöztem, én azt hittem, hogy ez egy kis falu, és hogy milyen összetartó, de nagy csalódás ért, mert ez történt.
Úgyhogy de úgy látom, hogy most ugyanaz megismétlődik, mert tömegesen jönnek az idegenek, akik azelőtt is választottak. És akkor azt mondta a polgármester asszony, hogy aki Szegében van bejelentve, a szegesi lakos. Hát minket ne számítson a bejelentett 3 nappal azelőtt bejelentett emberekhez, elnézést a kifejezésért, a cigányokkal, ne hasonlítsa össze a szegi lakosságát. Úgyhogy a lakosságnak a nagy részének az a véleménye, hogy semmibe vették a szavazati jogukat. Így könnyű nyerni idegenekkel. Hát annak örülök, hogy megsemmisítette az eredményeket. Majd ha tisztességesen tudott volna nyerni, vagy veszíteni, akkor biztos, hogy most nem kellene újra kiírni a választásokat, illetve nem szégyenkedne a falu, meg ez az egész, hogy egymásra uszítják az embereket. Az egyik ez az oldal, a másik az az oldal, és akkor nem lát más a Facebookon, a közösségi oldalakon, hogy gyilkolják egymást, az egyik magyaráz a másik. Na, olyanok is odaírnak, akiknek semmi köze, így nem falubeliek. És hát jelenleg ennyi. Nem örülök, ez itt nőttem föl, itt születtem. Úgyhogy a szüleim itt laknak, én is gyakran járok haza. Most lehetőségem volt nekem is leadni a szavazatomat, de remélem, hogy sikerül. Ha meg nem, akkor megint meg kell támadni. Csak hát aki egyszer megbukik, azt nem is értem, hogy indulhat újra. Hát, ahogy hallottam, meg van itt egy szegének egy ilyen csoportja, akik az egyik oldalt képviselik, meg nem elégedettek ezzel az egész történéssel, hogy sok videót feltettek megint, hogy sokan jöttek, olyanok, akik nem falubeliek, illetve akik nem tetszésüket fejezik ki a másik iránt, azok bemutogatnak menet közben, meg hasonlók, meg kiabálnak. Kisvárdai Tibor független polgármester jelölt elmondta, hogy minden megtett azért, hogy a június 9-i választás eredményeit felülbírálja a kúria, és abban reménykedett, hogy igazságosabb eredmény fog születni. Aki a június 9-i választói névjegyzékben szerepelt, ugyanúgy jogosult most július 7-én is választani, és nagy valószínűséggel jönnek is szavazni, teljesen mindegy, hogy helyi lakos, vagy éppen akit választás előtt egy pár nappal jelentettek be, úgyhogy nem változott semmi azóta, amióta beadtam a helyi választási bizottságnak, beadtam a területi választási bizottságnak, illetve a kúriának a fellebezésemet, aminek az volt a lényege, hogy véleményem szerint a választásnak az alapelvei sérültek. Ez volt a lényege a fellebezésemnek, aminek helyt adott a kúria, és per pillanat most itt vagyunk. A helyi lakosok továbbra is kitartottak a közösségi ház előtt, és nem tetszésüket fejezték ki a kialakult áldatlan helyzet miatt. És ki ez az öreg ember neked? Öregember. Ki ez az öreg ember neked? Na, mit keresel ide? A te házi házamba? És be van jelentve, mit ide? Keresel a házamba? Uram. Majd tudjál róla, kisfiam. Na majd tudjál róla, még a ma délután folyamán tudjál róla. Az öreg emberrel együtt. Majd minden a rendőrre kihúznak onnan. Az a Szegiben élő férfi is nyilatkozó stábunknak, aki annak a háznak a tulajdonosa, ahonnan kis csoportokban jöttek ki az emberek, és mentek be szavazni a közelben a közösségi házba. Elmondta, hogy ugyanennek a háznak a haszonélvezője jelentett be magukhoz egy csomó embert a tulajdonos tudta nélkül a június 9-i szavazás előtt. A mögöttem álló épület az én tulajdonom édesanyám öröksége után, aki 4 évvel ezelőtt halt meg, hunyt el, és ő volt a falu vezetője is egyébként 97-től 2006-ig. A benne lévő ember, az, aki engem felnevelt, engedjék meg, hogy ne szólítsa most már az apámnak, mert nem az. Viszont amikor én megtudtam azt az ezelőtti választások kapcsán, ami egy hónappal ezelőtt volt, hogy 10 ember be van jelentve, a tudtom nélkül, sok mindent megtehet az ember, mint haszonélvező, ugyanakkor egyhez nincs joga, hogy a tulajdonos nevét aláírja arra a bejelentő lapra, hogy tudtommal lakják még mások is a házat. Kiadhatja a bejelentbe, bármit tehet vele, de bejelenteni nem tud, megtörtént, most már másodízben. Én erről most sem tudok, megvédeni szeretném magamat, és hogyha lehet, akkor ezt az embert kirakni onnan.
nem tudok tökéletes állásfoglalást ebben az ügyben, vagy ebben a kérdésben, ugyanis talán rágalmazásnak minősülne. Egybe viszont biztos vagyok. Ahogy én mondtam, másik jelölt, a matek az matek. Ki lehet számolni nagyon értelmesen, nagyon okosan, hogy alakult ki ez a dolog a szavazatok szerint. Én azt gondolom, hogy a tisztesség és becsület az, ami megköveteli, hogy legyen a játszma fair. Ez a játszma valamelyik oldalról nem fair. Egyet tudok, az én oldalamról biztos, hogy hamis, mert én próbálok pártatlan maradni. De ami engem bánt és sértett, az az, hogy a tudtam nélkül ez a ház lakva lesz mások által. A helyiek továbbra is figyelemmel kísérték a szavazás fejleményeit, reménykedve abban, hogy megváltozik a helyzet az ismeretlen voksolók ellenére. A július 7-i megismételt önkormányzati választást megint a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje, Trudics Andrea nyerte meg az előző eredményeknél kisebb, összesen 27 szavazattal Szegiben.